A Házrezső Múzeum e hónapi kiállítás dömpingének része a szerda délután 6 órakor nyíló Termés 2014. Az idei anyagot Veres Péter muzeológus ismertette, aki elmondta, nagyon jó hír, hogy katalógus is készült a tárlaton kiállításra kerülő munkákból. Az elmúlt 4 évhez képest semmit se változott a Termés célja, felkarolni az udvarhelyi művészeket, teret biztosítani számukra a bemutatkozáshoz. Idén 20 alkotó, festők, grafikusok, szobrászok, 30 munkája kerül bemutatásra. A már elismert székelyudvarhelyi képzőművészek a tőlük megszokott stílusban készült alkotásokkal lesznek jelen. A fiatalok művei viszont az újdonság erejével hatnak, így lesz a tárlat üde és változatos. Veres Péter arra is rávilágított, hogy sajnos székelyudvarhelynek nincs olyan modern és új galériája, ahol a hagyományos és kortárs képzőművészeti kiállításokat is meg lehetne szervezni. A múzeum képtára ezt a hiányt próbálja orvosolni, ezért hívták meg a fiatal alkotókat is az idei termésre. A képzőművészek az tulajdonképpen meghívásos alapon kerülnek bele a Pixisbe, és vannak olyanok, akiket már régebb kiállító képzőművészek is ajánlanak, és van egy ilyen nem nagyon szigorú, de van egy ilyen kiválasztási módja a dolognak, hogy bekerüljön valaki. És főleg hivatásos képzőművészekre van kiegyezve ez a kiállítás. A múzeum képtárában május 21-én délután 6 órakor nyíló kiállítást Veres Péter méltatja majd, aki elmondta, nagy merítés van a műfajok kútjából az idei termésen, és a kiállított munkák szemmel látható bizonyítékai a város folyamatosan formálódó képzőművészeti életének.